Február 21-én pénteken a bicskei aladárúszoda nem a megszokott csendes hangulatú volt. Kicsik és nagyok edzők és kísérők, uszonyok és búvárpipák a padokon, hiszen elkezdődött a 15. szmas uszonyos úszó világkupára való első bemelegítés utolsó edzés. 4 kontinensről összesen 18 országból 90 egyesület és közel 650 részvevő érkezett Egerbe a Nemzetközi Uszonyos Úszó Világkupa versenysorozat nyitó fordulójára. Többek között Horvátország, Ukrajna és az Egyesült Államok mellett természetesen Magyarország is képviseltette magát. A világkupa egri állomása, ez a nemzetközi versenysorozat nyitó állomás, nyitó fordulója, és ilyenkor több hónap kihagyás után a versenyzők nagyon szívesen méretetik meg magukat, és ennek is köszönhetjük, hogy ilyen nagy létszámban vesznek részt ezen a versenyen. Nekünk pedig szervezői szempontból azért fontos, mert a Magyar Búvár Szakszövetség kiemelt fontosságú versenyéről van szó, mint legfontosabb nemzetközi versenyünk. Szombat korán reggel az első bemelegítés is megtörtént, majd a hangulat is egyre csak fokozódott, az első versenyzők a rajtkőre álltak és megszólaltak az első szurkolások is. Csobbanás, és ezzel kezdetét vette a világkupa a férfi 50 méteres búvárúszással. Az úszonyos úszás kiemelkedik az úszodai sportágak közül. Hazánkban évek óta ez az egyik legeredményesebb nem olimpiai sportág. A búvárúszásban a legfontosabb felszerelési eszköz az úszony. Segítségével a versenyzők gyorsabban haladnak a vízbe, mint a klasszikus úszók. A sportolók napjainkban már kizárólag a gyorsabb úszást biztosító delfin lábtempót használják. Ehhez a speciális mozgáshoz lett kifejlesztve az úgynevezett delfinuszony, amely alakjáról kapta a nevét. A levegővételhez a felszíni úszásnál légző csövet használnak, búvárúszásnál a légzőcső helyett légzőautomatával felszerelt sűrített levegővel feltöltött búvárpalackot használnak, kivéve az 50 méteres búvárúszást, amelyet egy levegővétellel teljesítenek a versenyzők. A szombati versenyszámokban összesen 21 érmet, 10 arany, 5 ezüst, 6 bronzot sikerült a magyar versenyzőknek megszerezniük. Ebből a mix 4x100-as felnőtt számban egy-egy arany és ezüst született. A győri Sinczky Ádám 3 év kihagyás után a férfi 50 méteres uszonyos gyorsúszásban aranyérmet szerzett. Megmondom őszintén, hogy nem számítottam ilyen jó időeredményre, de megleptem magam, úgyhogy örülök nagyon. Furcsa volt azért 3 év kihagyás után azért. Eléggé, hogy mondjam, nem az, hogy zavart a közeg, de hogy fura volt újra az úszodában ennyi ember között, de nagyon boldog vagyok, hogy várom a folytatást. Egy hónap múlva Lignanóban a következő világkupa lesz a következő verseny, úgyhogy ilyen hasonló reményekkel várom. A debreceni Senánszky Petra szombaton a női 50 méteres uszonyos gyorsúszásban az első helyen végzett, akár csak a vegyes 4x100-as váltóban is. Az 50 méter uszonyos gyorsúszásnál kicsit nem azt mondom, hogy elégedetlen voltam, de mert örültem, hogy sikerült megnyernem, végül is ez volt a fő cél. De egy nagyon picit jobbat szerettem volna úszni így időeredmény szintjén, és nagyon örültem volna neki, hogyha 21 alá sikerül úsznom. De nem sikertem, és úgy gondolom, hogy ez a váltó nagyon jót tett nekem, mert itt azért egymást felspanoltuk, és gondoltuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, azért elég jó csapatok álltak össze, jó erős mezőnyben tudtunk nyerni, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy sikerült megnyernünk, főleg úgy, hogy 2 junior versenyzőben álltunk oda, és én a saját időeredményemnek is nagyon örülök, amit a váltóban úsztam. A kaposvári Varga Krisztina 50 méter úszonyos gyorsúszásban a dobogó második fokára állhatott fel, úgy szint a vegyes 4x100-as váltóban. A 400 méteres úszonyos gyorsúszásban azonban aranyérmet szerzett. Összességében nagyon elégedett vagyok, hiszen délelőtt 50 méter gyorsan második lettem, és egyéni csúcsot úsztam, délután sikerült most megnyernem a 400 méter gyorsot, ami közel az egyéni legjobbamhoz van, úgyhogy ezzel a nappal eddig teljes mértékben elégedett vagyok. Nagyon boldog vagyok, remélem holnap is hasonló lesz a folytatás. Én mindig szeretek idejönni, nagyon jól érzem magam Egerbe, már évek óta itt van a világkupa, úgyhogy jó ide visszatérni. A férfi 200 méteres felszíni úszás aranyérmese Bukor Ádám lett. Mennyire vagy elégedett az eredményeddel? Én teljes mértékben elégedett vagyok vele. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jól fog menni ez a 200 méter. Személy legjobban lett, egy kicsivel maradtam el a világcsúcstól, tényleg semmi rosszat nem tudok mondani erre a 200 méterre. Készülök a világbajnokságra és szintén a világjátékokra, ami remélem, hogy összejön. Ugye a világbajnokság lesz a nominációs verseny, remélem, hogy ott
sikerül nagyon jó eredményt elérnem, és ezáltal pedig kikerülni a világjátékokra. A junior korosztály is jól kezdte a szombati napot, összesen 10 érmet, 4 arany, 2 ezüst és 4 bronzot szereztek a különböző versenyszámokban. A Mátrai Erőmű Búvár Klub színeiben Kis Nándor a fiú 200 méteres felszíni úszásban a harmadik helyen végzett. Hát nagyon boldog vagyok, jutottam már ki ide többször is, de érmet még soha nem sikerült szereznem. Boldog vagyok nagyon. Nagyon jól éreztem magam. Először volt rajtam ruha, még sosem volt rajtam, és répával is most sikerült ilyen helyezést elérnem. Eger idén 9. alkalommal adott otthont az uszonyos úszó világkupa nyitó fordulójának. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép sorozat. Ezen világkupa esemény is szerintem bármely város megirigyelné, főleg, hogy egy sorozat első állomása egy ilyen kiváló helyszínen történik. A mi feladatunk annyi, hogy természetesen minden olyan támogatást és minden olyan feltételt, keretet biztosítsunk a szervezők és a versenyzők számára, amely érdekelté teszi őket abban is, hogy jövőre is ragaszkodjanak Eger városához. Ez a versenyzők számára nagyon fontos állomás a felnőtt világbajnokságra, illetve a junior Európa bajnokságra való felkészülésben. És hát miért is Eger? Ugye nyilván sokan fel lehetne tenni sok kérdést ezzel kapcsolatban. Ugye nyilván 9. alkalommal rendezi meg Eger városa ezt a világkupa sorozatot, ami egyébként a világkupa sorozatok 15. ilyen állomása. Ezen kívül ugye Franciaország, illetve Olaszországban rendeznek világkupa fordulókat. Valamennyi csapat, ugye a magyar csapat számára is ez egy nagyon jó kiinduló pont a további felkészülés számára, hiszen azt tudni kell, hogy egy ciklusnak a lezárásában fontos szerepet játszik az, hogy mikor és milyen helyszínen rendeznek versenyt, ahol tulajdonképpen a versenyzők fel tudják mérni, hogy milyen állapotban vannak, és az edző kollégák pedig meg tudják mondani, hogy jó úton haladnak el versenyzőit. Elsősorban ki szeretném emelni a Magyar Búvár Szakszövetség munkáját, Miklós Tamásét, aki tulajdonképpen a verseny főszervezője. Óriási munka van a háttérben, óriási energiákat mozgosítottak annak érdekében, hogy egy nagyon színvonalas, nagyon jó, nagyon pörgős versenyt tudjanak rendezni. A szakmai tapasztalatom pedig az, hogy nagyon nagy örömmel látom, hogy a magyar válogatott úgymond sztárjai, mint Kanyó Dénes, Seránszky Petra, Varga Krisztina, vagy a fiatalabb generáció, Mozsár Alex, vagy Bukor Ádám nagyon jó formában vannak. Én azt gondolom, nagy csaták várhatóak a verseny folyamán. Vasárnap 100 méter felszíni és uszonyos gyorsúszással kezdődött a nap. A felnőtt világ és junior Európa bajnokságra készülő magyar uszonyos úszók tovább folytatták az éremgyűjtést. Debreceni színekben az úszó olimpikon a férfi 4x100 méter gyorsváltó tagja, kétszeres felnőtt országos bajnok, valamint kétszeres ifjúsági Európa bajnoki bronzérmes Holoda Péter másodjára vett részt uszonyos úszó versenyen. Férfi 100 méter uszonyos gyorsúszásban a második helyen végzett. Azt kell mondjam, hogy sok elvárásom igazából nem volt, ez volt életemben a második uszonyos úszó verseny, amin részt vettem, az első, ami ilyen viszonylag nagyobbnak számít. Szerintem teljesen elégedett lehetek azzal, amit így mondtak, hogy jól sikerült elérnem, és én csak azért jöttem, hogy megpróbáljam magamból kihozni a maximumot. Ugye ebből edzéseken Petra folyamatosan segít, hogy minél többet tudjunk jól készülni normálisra is, és erre az uszonyos úszásra is. Szerintem teljesen elégedett lehetek ezzel az első uszonyos úszó próbálkozással, és talán próbáljuk folytatni a jövőben is. Más nagyon a hangulata ahhoz képest, amihez én hozzá vagyok szokva. Kicsit jól esik abból, hogy ki tudok mozdulni, nem ugyanolyan monoton, nem mindig ugyanazt érzem. Kicsit ugye én lazábban tudtam venni így, hogy nem tettem magamra akkor a hatalmas nyomást. Így teljesen élveztem ezt a versenyt, és mindent sikerült csak úgy, mindent úgy úsztam, hogy csak élveztem. Én normál úszó vagyok alapból, abban viszonylag jó, mondhatjuk így. És most, hogy hazajöttem, Amerikából készültem eddig, és hazajöttem, és most Debrecenben készülök, és a Petráékhoz szálltam be, hogy nyilván az volt az alap, hogy segítsen az ő uszonyos úszó sebessége abban, hogy nekem jobb legyen a sima úszó sebességem, és Dávid rávett, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk az uszonyos úszást is. Ehhez képest szerintem viszonylag sokat edzettünk rá, és most így megy, aztán majd kiderül, hogy a jövőben lesz a jobb.
Folytatódott az éremgyűjtés az Egriszmas uszonyos úszó világkupa különböző versenyszámaiban. A felnőtt világ és junior Európa bajnokságra készülő magyar uszonyos úszók a szombati 21 érem után vasárnap további 14 érmet, 5 arany, 4 ezüst, 3 bronzot nyertek. A felnőttek mezőnyében a debreceni Senászki Petra idén is, ahogy már megszokhattuk, megnyerte a 100 méter uszonyos gyorsúszást, a kaposvári Varga Krisztina pedig ezüstérmes lett. Bukor Ádám ezen a napon csak a férfi 400 méter felszíni úszás versenyében vett részt, ahol második lett, Mozsár Alex pedig a harmadik. Életem harmadik legjobb idejét úsztam. Jobb időeredményt tudtam, vagy sikerült elérni, mint a tavalyi világbajnokságon, amin aranyérmet szereztem. Úgyhogy mondhatjuk, hogy tökéletes volt. Elég sűrű évem lesz, mert nem csak uszonyos, hanem sima úszóversenyeken is részt fogok venni. Úgyhogy lesz még sima úszó OB, valószínűleg az Európa-bajnokságra is elmegyünk a sima úszásban, és lesz ugye a felnőtt világbajnokság, amire nagyon készülünk az uszonyos úszásban, és majd még az olimpiát is lehet, hogy megpróbáljuk, de az még attól függ, hogy sikerül majd az országos bajnokság. A felnőtteknek összesen a két nap alatt 18 érmet, 8 arany, 6 ezüst, 4 broncot sikerült szerezniük. Az utánpótlásnál, vagyis a junioroknál a legjobb eredményeket a lányok 100 méteres uszonyos gyorsúszásában Pernyész Dorottya ért el, első lett, míg Linzenbold Zsófia a harmadik. A fiúknál pedig az aranyéremnek Cséplők Ellen örülhetett. A fiú 400-as felszíni úszásban pedig sikerült a második helyet megszereznie a debreceni Búvár klubnak. Nagyon jól érzem magam, meg erben örülök, hogy Magyarországon van az első világkupa sorozatnak az első része, és a medencét is nagyon élvezem, hiszen már itt megszokott körülmények között edzünk, és néha edzünk ugyan, de szeretek itt versenyezni. Nagyon elégedett vagyok az eredményeimmel, nem számítottam arra, hogy három számból háromban első helyezetet érek el, és köszönöm a csapattársaimnak, akik nélkül meg nem lehették. A budapesti Amfora Búvár klub színeiben Cséplők Ellen a fiú 100 méter uszonyos gyorsúszásban aranyérmet, míg az 50 méteres úszásban bronzérmet szerzett. A mai napon elégedett vagyok, tegnap voltak hibák, de sikerült kijavítani mára, úgyhogy a végére beérett, úgyhogy elégedett vagyok ezzel. Most már jól érzem magam teljesen, és rendben jött minden, úgyhogy jól vagyok. Egy hónap múlva megyünk Ligánóba, a második fordulóra, illetve szintén Ligánóban lesz idén a junior Európa-bajnokság, úgyhogy majd azon lesz a fő hangsúly. A debreceni Linzenbold Zsófia lány 100 méteres uszonyos gyorsúszáson a harmadik helyet érte el, aki elmondta, nem elégedett a hétvégi teljesítményével. Ez a hétvége szerintem nem sikerült úgy, ahogy elterveztem. Nem úsztam meg a legjobbjaimat egyik versenyszámban sem. Szerintem nem hiszem el, hogy képes vagyok egy bizonyos időre is. Bemesélem magamnak, hogy ez nem fog menni, és ezt igazából mondogatom már magamnak versenyszám előtt. Tóth Péter a Békés Csabai Előreúszó klub színeiben a fiú 200 méter uszonyos gyorsúszásban első helyet, míg a 400 méter uszonyos gyorsúszásban a harmadik helyet érte el. Igazából remekül éreztem magam Egerbe, a tegnapi napon is jól ment, főleg a 400. Mai nap a 100 egy picikét csalódtam benne, de a 200 remekül ment. És hát ott van az érem a nyakadban. Így igaz, ennek nagyon örülök és nagyon boldog vagyok. Kifejezetten elégedett vagyok az időimmel is, és a helyezéseimmel is. És mit gondolsz, mennyiben segített a felkészülésben téged ez a nyitóforduló? Kifejezetten segített, és szeretnénk Lignanóba is részt venni. Aztán szeretnék kijutni az Európa-bajnokságra. Összesítésben a két nap alatt 35 érem, 15 arany, 9 ezüst és 11 bronz a magyar egyesületek mérlege. A klubcsapatok versenyén egy ukrán egyesület végzett az élen, illetve a nemzeti szövetségek versenyében is Ukrajnának sikerült a legtöbb pontot összegyűjtenie, mindösszesen 1799-et.